Az Óbecsei Egészségház értesíti a polgárokat, hogy szombaton április 24-én és vasárnap április 25-én előzetes bejelentkezés nélkül vehetik fel a COVID-19 vírus elleni védőoltást. Szombaton április 24-én 8-tól 15 óráig az Óbecsei Sportközpontban a kijelölt oltóponton előzetes bejelentkezés nélkül vehetik fel a Sputnik V védőoltást. Péter révén szintén szombaton 12-től 15 óráig a kínai Sinopharm védőoltással immunizálják a helyieket, előzetes bejelentkezés nélkül. Vasárnap, április 25-én Óbecsén a sportközpontban 8 órától 13 óráig pedig a Pfizer vakcinát kapják meg a polgárok, előzetes bejelentkezés nélkül. A bácsföldvári Vojvodina futballistái szerdán saját pályán 4-2-re legyőzték a palánkai Krila Krajine csapatát. Így az újabb 3 ponttal a Szeber-Vajdasági Liga tabellájának 4. helyére kerültek. 3 meccs és 3 vereség után, gólok nélkül erre a győzelemre nagy szükségük volt a játékosoknak, annak érdekében, hogy a csapat szellem és a lelkesedés újra a megfelelő szintre kerüljön a következő mérkőzések előtt, szögezte le Dabislevics edző. Ez egy fiatal csapat, fiatal fiúkkal, akik még nem tudják kezelni az erős befolyásokat és a nyomást. Talán ez okozta azt, hogy a mai mérkőzés első félideje gyengén sikerült. Önök is láthatták, hogy milyen gólokat kaptunk, majd hogy nem tálcán kínáltuk fel őket. De hát ez van. A fontos, hogy hatékony támadásaink voltak, és mindennél fontosabb, hogy 4-2-re győztünk. Ami magát a 26. forduló meccsét illeti, az első 45 percben volt néhány fél esély mindkét csapat részéről, amelyek megvalósulatlanok maradtak, míg a mérkőzés második félidejében igazi gólözön volt látható. Az első gólt a házigazdák szerezték az 54. percben, amikor Jelic Dimitrije Ilicnek továbbított labdáját az a 16-os szögletéből az ellenfél hálójába juttatta. 1-0. A meccs második gólja az 57. percben született, amit ezúttal a vendégek szereztek. Babin kilőtt labdája David Kutricot találta el, akiről lepattanva Panturovhoz jutott, akinek sikerült a Vojvodina hálójába juttatni a labdát, és 1-1-re kiegyenlíteni. 3 perc múlva pedig már át is vették a vezetést. A gólszerző Batinica volt, aki nagy távolságból talált a Vojvodina hálójába a 60. percben, és ugyancsak 3 perc kellett a házigazdáknak is, hogy kiegyenlítsenek. A gólszerzők listájára a 63. percben Bojan Csulom iratkozott fel. Az állás 2-2 lett. A Jelic ellen elkövetett szabálytalanság miatt a 75. percben a játékvezető 11-est ítélt, Dávid Kudrić hajtotta végre a büntetőrúgást, és a Vojvodina ismét átvette a vezetést. A rendes játékidő utolsó percében Dimitrije Ilic, aki megnyitotta a gólsorozatot, ezúttal a mérkőzés 6. góljával zárta is azt. Őszintén szólva, magával a mérkőzéssel nem vagyok megelégedve, de a játék végén a 3 pont nekünk jutott, és a futballban ez a legfontosabb. Az első fél időben hiányzott a kedv, az akarat, magához a meccshez való hozzáállás is nagyon rossz volt. De hála Istennek a labdarúgásban létezik második fél idő is, ahol sikerült javítanunk. A második fél idővel meg vagyok elégedve. Lett volna lehetőség még több gólt szerezni, de így is jó. Összességében tehát a mai mérkőzéssel nem dicsekedhetünk, viszont a végeredménnyel, a 4-2-vel és a győzelmünkkel igen. Ezért szeretnék gratulálni a fiúknak a győzelemhez. A Szeber-Vajdasági Liga 27. fordulójában a Vojvodina játékosaira nehéz vendégszereplés vár. A szomszédos Túrjára utaznak, ahol az ottani, már jól ismert Mladost csapatával mérkőznek meg, akik jelenleg 54 ponttal a tabella második helyét foglalják el. Úgy gondolom, hogy ők is motiváltak lesznek, mi pedig most is, mint mindig, játszani megyünk, és a győzelemért fogunk harcolni, valamint azért, hogy eléjük kerüljünk a tabellán.